Rüggetés. Jó, ide gyorsan jött. Nem, akkor ne! Emlékeztek, hogy nem régen megnyitottuk a Tutti autóboltot, ahol használt autókat adunk el jó áron? És egy konténerházban lakunk? Ideje ezt megváltoztatni, srácok, tartsatok velem, és nyissuk meg az országvilág legeslegjobb autó viszont eladó üzletét. Itt a második részben. Sziasztok, üdvözlök titeket, vettem egy szimulátorjátékot nem régen, és azt fogjuk folytatni, a játéknak a neve, amúgy a címben is megtalálható, de a Car for Sale. Első részben megtaláljátok, hogy megvettem, és itt vagyunk rögtön, hogy folytassuk is. Mert mint látjátok, ez a házunk. Da-da-da-da-da-da-da! Ebben lakunk nap, mint nap. Ez így nem mehet tovább. Én már pecintettem egy Zero Tutti Juice. Csekkoljátok le országszerte a boltokban, srácok. Az isteni eredeti Tutti Juice-nak a teljesen zero változata. Ugye mind a kettő koffeinmentes, mind a kettő pasztőrözött, tehát nincs benne tartósítószer. Mind a kettőben vannak vitaminok, de ebben csökkentett cukortartalom van, ebben viszont egyáltalán nincsen cukor, tehát aki cukorbeteg sajnos, vagy úgy döntött, hogy ő nem iszik cukros üdítőket, annak ez az isteni eredeti Tutti Frutti ízű üdítőital. Egészségetekre, srácok! Le is öntöttem magam ivás közben. Jó, végig folyt a pólómon. Oké, az office-om koszos. Valamit még írt ki, csak nem láttam, mert itt magyaráztam nektek. Bezárnám, jó? Mert... mondjuk nincs mit ellopni. Innen nincs mit ellopni, úgyhogy elmegyek a office-ba. Semmim nincs még eladásra. De azt mondja, hogy koszos. Ez a kosz? Egy darab zsák szemét, és kérde, mint ki az Isten... hogy benyelte a kuka? Ki az Isten rakta ki? The car marketplace is open. Melyik a car marketplace? Most van 8002-ünk. Ez a... ez auto repair, auto painting. Melyik a car marketplace? Gondolom oda kell mennem. Car market. Oké, és jöhetne vissza a tutóriá. Figyelj, milyen izé vursli van. Na vegyünk valami jó autót, azt adjuk el méreg drágán. Biztos, hogy rohadt drága Hawaii-ról. Biztos, hogy rohadt drága. Úristen, kaliforniai rohadt drágaság. Egy Fiat 500. Mennyibe kerül? Szeretem a Fiat 500-okat, jól néznek ki. 17 000, no money's. Ez nem ismerem meg milyen autó. Nincsen nagyon meleged, haverom? 6 000, boy. Na, 6 000 ér, ez egészen jól néz ki, kis autó. Biztos, hogy rohadt drága. Úristen, ez valami Lamborghini. Nem értek a kocsikos srácok annyira. Ugyanaz az ember árulja ezt az autót is. 9 000 ér, no money's. Figyelj, tuningolt Verda, nagykarú hölgytől. 8005? Nem. Én ezt veszem. Nekem ez kell, kicsi, aranyos! Teleteszem profittal! 6000 ér, ingyen van, bye! Tökéletes. Na nézzük, belülről nagyon szép, nagyon jó tükre, tükrében semmi nem látható. Nekem nagyon-nagyon tetszik. Azt mondja, hogy indítás, és hallgassuk a hangját! Brüggetés. Hogy megyek el, hogy ne üssek el senki? Mert nem nagyon akarnak arrébb menni. Mi van a lábuknál? Várj, át tudok menni egy emberen? Ki kell próbálni, bocsánat, hölgyem. Azt az eget. Akkor padlógáz! Hol az office? Nincs térkép. Oké. Srácok, arra lesz az office. Jön most autó. Nagyon nehéz ezzel a közlekedés. Nagyon kis. Úristen, azt hittem, hogy felszállunk. Nagyon kis pörgős autó. Ez egy smart, nem? I'm really smart. Isten. Na, index. Ó, azt az eget, milyen drift! Erre indexelni is kell. Oké, leállítjuk indexet, működik. Na! Így beállunk vele így. Hogy szépen lássák, akik jönnek ide. Jaj, neki ne menjek. Oké. Leállítjuk. Állj már meg, gurult az autó. Nagyon szép, nagyon jó. Gondolom, el kell adni. Értelemszerűen. Webpage! De nézzük.
Amúgy én egy fotót raknék fel róla. Hogy kell? Miért nem? Haló, tablet. Miért nem tudok róla fotót felrakni? Na mindegy. Mennyiért vettem? 6300. Ez egy Citroen. Most látom. Citroen A1. 2006-os modell automata. Én azt mondom nektek, srácok, hogy én ezt egy 8000-ért elpasszolnám. 8-10000-ért inkább, jó? Mit szóltok hozzá? 10000. Na nézzük. Haló, haló! Tessék jönni, vagy nem tudom. Hogy kell ide invitálni embereket? Nem? Nem jön senki? Haló? Haló? Nem? Vigyem oda a kocsimat eladni? Jöttek. Szevasz, haverom, szevasz, szevasz, hogy vagy? Nagyon menő járkálsz, a lábad... Úristen. Láttátok? Na! Na mit mondasz, havercsávó, mit mondasz? ABS. Gondolkodj rajta. 7009! No. Sajnálom, sajnálom, nagyon jó autó, nagyon szép, nagyon jó megy, hangja nagyon jó, úgy pörög, olyan felni van rajta, hallod? Búj, úristen, unokatesson Levi imádja a felniket, jó oda lenne érte, eskü. Öltönyös úriember, jó napot kívánok! 10000 az autó, nagyon jó autó, 8000, húzz innen! Nem, nem, már 8000 nem rossz, ha nem tudjuk eladni, akkor egy ilyen 8500-ért eladjuk, de szerintem ez egy nagyon szép autó. Őszintén, te nem adnál érte 10000 dollárt? Jön megint valaki, ó, ez pont, uram! Úgy ez egy nő. Hölgyem, úristen! Hölgyem! Önnek találtam ki ezt az autót. Hallja, hogyha én nekem nem lenne autóm, én ebbe az autóba ülnék. Én ezt megvenném. Nem fogjuk tudni eladni többért, mint 8000. Mit csináljak? Mennyiért vettem? 6008. Hölgyem! Nem tudok bargainolni. You can open a skill for bargain. De hogy? S betű? Nem. Várjál. De van... Ne! Na, hogy kell folytatni? Jó, folytatnám. Léci mond, hogy milyen shellkút ez. Léci mond, hogy ugyanoda tölt vissza, ugyanúgy ott lesz a hölgy. Csak azt akarom megnyitni, hogy kell megnézni a skilljeimet. Hogy hát, ha tudok már alkudozni. Léci, úristen, de akad. Na. Jó, itt a kocsi. Mi az, hogy koszos az office-om? Ez mi az Isten is? Elment a hang. Homeless. És nem tudok vele mit csinálni. Jó, most adtam neki egy csomó pénzt! De azt mondja, az office-om really dirty. De ki van dobva a szemét? Aj, kezdi a bagolást. És már melegem is van. Jó, ez a játék pedig tökre tetszik. Most például nincs hang. Mint halljátok. Ugye? És azt mondja, hogy az office az nagyon dirty. Na most őszintén. Adtam egy valak pénzt a csövesnek. Hol a szemét? Itt volt szemét, amit kidobtunk ugye a kukába. De nincs itt. Hát tiszta. Most emberek se fognak jönni már. Aj. Leakciózzuk. 6000-ért vettem. Vegyük, rakjuk le 8000-ért. Vannak számláim, hogy ki kell fizetni. Jó, van annyira nem hála az égnek még. Nem jönnek. El lehet húzatni a kocsikat. Azt akarom, hopp, jött valaki. Jó napot kívánok! Hölgyem. Ha 8000-et ad érte, odaadom neki. Megint nem néztem meg, hogy hogy kell bargainolni. 8007! Öné! Üzlet! Kedves hölgyem, hangtalan játékkal. Nagyon jó. Az office-om elméletileg nagyon dirty. Semmi baja nincs az office-nak. Na, elmegyek. A car market még nyitva van, gondolom nincs. Car market open on certain days, akkor nincsen ma nyitva. Menjünk a neighborhoodba, keressünk kocsit, amit újra eladhatunk. Nagyon zavar, hogy nincsen hangja ilyenkor a játéknak. Valami olcsóbb autót kell néznünk értelemszerűen, mint ez a BMW. Ami amúgy BMW, csak direkt mondom BMW-nek. Hát ezek itt nagyon-nagyon drágák lesznek, 10000-ünk van. Még egy BMW. Ó, hallod, miért csak ide tudok jönni? Miért nincsen nagyobb market?
Vagy mi az Isten? Azt talán ott jó lesz, nem látom az milyen autó. De ilyen 5-10 ezreket... Hopp, ez mi volt? Kis akadás. Ez biztos, hogy drága, nézzük meg ezt, ő mennyi. Ó, ez a favágó úriember! Hát volt neki autó, 12 ezer, hát maga bolond. Ez is egy BMW, az Isten áldja meg mennyi. Ez valami BMW-s környék, srácok. Ez meg a hölgy! Ó, ez csak 8002. És még hozzá ez egy BMW, srácok. Vettünk egy BMW-t! Hallgassuk a hangját? Ja, ha lenne hangja ennek a rohadt játéknak. Na, ugrassunk haza! Van egy skill pontom, amit el tudok nyomni. You have a skill point. Ja, leállítottuk a játékot is. Ugyanúgy I betűvel tudom a skill-eket megnézni. Csodálatos. Várjál. Már most nincs térkép. Mindegy, menni kell azt majd, ha látom az ugratót, ott ugratni. Itt látod az ugratót? Júj, de gyorsan jött. Nem, akkor ne! Ezt én nem hiszem el. Bort, nem lehet először is nézetet váltani. Szóval így megyek és kész. Azt az eget. Ugye ott egymásra mennek a kocsik. Úristen. Ne! Most elindul. Hallod? Jó, itt kell átugratni. Vagy inkább ne ugrassunk, vagy már úgyis mindegy. Hát egy kicsit. Nem maxi gázzal. Uiii! Már damage, persze, semmi baja, hagyjál már. Nyomjad neki! Hagyjad neki, nyomjad, nyomjad, gyere. Figyelj, driftelünk is. Ne, ott a fa. Drifteljünk egyet. Ez a maxi sebesség? Figyelj, drift. Van benne a nos. Nos, nincs! Na, adjuk ezt el. A homeless nem tudom meddig lesz itt. Igazából nem zavar, csak odaadtam neki egy valak pénzt. Légy szíves. Jó, de rosszat. Tudod mit? Így adom el. Nem állítottam le. Na, itt lesz az ajtóba. Ide kell. Ez egy nagyon szép BMW. Gyönyörű. Honnan vettük? Honnan vettük? Valamilyen szigetről. El sem tudom olvasni. Hogy került ez ide? Azt nem tudom. Megvettük 8002. Én ezt 10500-ért fogom adni. Az Isten áldja meg. Miért is adnánk olcsóbban? 10500. Ez egy BMW. Hát ne vicceljél már velem. Hát szórakozol? Ne szórakozz már velem. Na, van skill. Mosás. Én azt mondom, hogy bargainolás. Bargain. Unlock. Na, ha jönnek majd, azt mondja, hogy nagyon dirty. Itt utassátok már meg nekem, hogy itt mi koszos. Hát bárcsak ilyen tiszta lenne minden. Az életben. Bárcsak ilyen tiszta lenne minden az életben. És hogy tudok vásárolni ilyen hammert, meg tabletet? Azt akartam megnézni, mielőtt belemegyek megint a controls-nál. Ebető interact, Q, drop item, tab, inventory. Ó, visszajött a hang. Hello hang. Jó, escape, igen, nagyon, akkor fogalmunk sincs, hogy hogy lehet lefényképezni a kocsit. Nagyon szép ez a BMW, szerintem ez egy nagyon jó autó lesz, igaz, kicsit összetört az eleje. Várjuk a vásárlókat. Annyi, hogy este 60, úgyhogy nem biztos, hogy jönni fognak, de addig én alszok egyet. Nem akarnak jönni a vásárlók. Lehet, hogy este 60 vagy 7-kor már nem lehet eladni. Az Isten itt jó, akkor megyünk haza. Hazamegyek a izé konténerbe, hallod? Hazamegyek rakni a konténerbe. Amúgy szerintem ott el is lehetne menni gyalog. Mondjuk nem tudom hol vagyok. Nem, ez messzebb van talán. Na. Jövök a izé lukba aludni. Gyerünk. Ilyenkor mi van? Reggel... Még mindig este 7 van. Most mi? 7 óra 11 PM. Este van még mindig. Ú, de bagos te! A auctioner az ki fog nyitni. Este 7.30 van. És nagyon koszos az office-unk. Ez lehet az a nagyon nagy kosz. Oké. 3 PM-kor fog kezdődni az auction. Az oké, mert már 7 óra 42 van. Tiszta bug ez a játék még, szegényképp, nagyon bugosak. Na de, adjuk el a bömöst. Adjuk el a bömöst.
Amúgy ez, ez az auto repair is ott van valahol az aukciós. Új, itt javítják az autókat. Elektronikai és tuning. Hopp, eltűntek. Az autó. Semmit nem történik itt. Senki nem jön megvenni a BMW-t. Elütettem magam. Nem. Nagyon belassult a játék, srácok. 200 ezer dollár, az király. Jó van. Az nem hiszem, hogy egy időig meg lesz. Főleg, hogyha nem jön senki megvenni a BMW-t. Ó. Jöttek. Na mennyit adsz az öreg bömösér? Neked is eléggé kereszt megy a lábad. Jó napot kívánok. Na nézzük. A fair price. Tudod mit? Eladom neked. Van már 13 ezrem. Na reggel 9 óra 10 lett. 9 óra 30. Az aukciós ház ma fog nyitni. Ott mit lehet csinálni? The auction is open today. Az ott volt a car marketnél, nem? Nincs ma itt senki, csak egy homeless. Ez nagyon megérte. Akkor hol volt az auction-os? A neighborhood-ba vagy a... Mindegy, veszek egy kocsit. Mennyi eladó? 13500 tuning lada. Ez csak 9900. Tudod mit? Megveszem tőled. 800 000 ér. Nézzük, hogy elfogadja-e. Na? Még egy kicsit legyek jobb, legyen akkor 8001. Na. Nem elégíti ki. 8003. Fogadd el, itt írja lent amúgy. Hát nem. 8000 vagy benny, tudod mit? Vegyük meg, itt érdekel. Eladom úgy is! Eladom! Megyek az aukcióba, hogy hol van az az aukció, azt nem tudom. Következő részben, srácok, kiderül. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok velem. Remélem, jól éreztétek magatokat a Tutti Autósportnál. Hogyha igen, akkor veressetek egy lájkot, ha nem, akkor nyugodtan egy diszlájkot. Ezért ez mind. Ti vagytok a legeslegjobbak, és ne felejtjétek el, az eredeti Tutti Juice termékek legyenek veletek. Vásároljatok az eredeti Tutti Frutti ízű üdítő italokat. Higgyétek el, hogy a Tutti Juice család Tutti Frutti ízű üdítői a leges legfinomabbak. Az olcsó másolatok soha nem lesznek olyanok, továbbá ne legyünk tolvajok. Egészségetekre!